Két meccset játszott az elmúlt héten a Kaposvár ellen a Fátú Nyíregyháza. A Magyar Kupában aranyszettet követően jutott a legjobb négy közé Hollósi László együttese, a bajnokságban pedig 3-1-re győzött a Continental Arénában a listavezető Somogyi Gárda. Ezzel elvesztette veretlenségét a nyíregyházi csapat, de a vezetőedző már előre tekint. A leglényegesebb tényleg az volt, hogy tovább jussunk a Magyar Kupában. Biztos voltam abban, hogy a Kaposvár nem feltartott kézzel fog érkezni, illetve hát az, amit úgy kevesebbet vertünk nagy dobra, azért nem teljesen optimálisan tudtunk felkészülni ezekre a mérkőzésekre. Többen is sérülésekkel bajlódnak, úgyhogy igazából kicsit már néha olyan az érzésem, hogy lassan a doktor, illetve a gyógytornász fogja összeállítani a csapatot. De ennek ellenére én úgy gondolom, hogy most már csak előre kell koncentrálni. Tényleg a leglényegesebb az volt, hogy bejussunk a Kupa 4-be, az, hogy elveszítettük a bajnoki veretlenségünket. Természetesen nem vagyunk boldogok, de hát már túlfeszíteni se szeretném a húrt, úgyhogy igazából ezért rotáltam egy kicsit a csapatot. Most ez így jött össze, gratulálni kell a Kaposvárnak, de mint ahogy említettem, mi azért már inkább a holnapi románok elleni összecsapásra koncentrálunk. A CEF Kupa első meccsén a nyíregyháziak 3-2-re nyertek Romániában, ettől függetlenül nem lefutott a párharc. Egy román sztárcsapatot megverni Romániában, ez egy óriási fegyvertény. Természetesen azzal a céllal fogunk holnap pályára lépni, hogy kvalifikáljuk magunkat a következő körbe. Ez egyáltalán nem lesz egyszerű, a román csapat biztos nem feltartott kézzel fog megérkezni. Illetve hát az igazsághoz az is hozzátartozik egy kicsit, hogy még, mint ahogy említettem, hogy a Kaposvár ellen voltak bizonyos problémáink. Ezek a ráncok vagy problémák kicsit jobban a homlokomra ki fognak ülni most, mert egy-két játékosnak erősen kérdőjeles a szereplése, úgyhogy igazából csak holnap a meccs előtt fogom tudni megmondani, hogy kire tudok számítani. A Fátum Nyíregyháza CSM Tárgovista mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a Continental Arénában.